Greeks of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Örvendezve jöttünk ma ide az Isten házába, erre az ünneplésre, hogy Miklós és Dóra mellett legyünk ezen a napon, melyen családi életüket kívánják megalapozni. Urunk Istenünk, tekints könyörgésünkre, és áraszt ki jóságosan kegyelmedet ezekre a testvéreinkre, Miklósra és Dórára, hogy akik most házasságot kötnek szent oltárodnál, legyenek mindig álhatatosak a kölcsönös szeretetben, Krisztus, a mi Urunk által. Nem jó az embernek egyedül lenni, hallottuk a Teremtés könyvében. És az Isten megalkotja Ádámnak, a férfinek, Évát, a nőt, akiben tulajdonképpen megtalálja a másik felét, mindazt, ami az övét kiegészíti, ami egészé, kerekké teszi.
És azóta ez az érzés hajtja az embert, hogy megtalálja a másikat, a szövetségest, akivel az ő tökéletlen és botladozó szeretete mégis kerekebb lehet, akivel egyre közelebb kerülhet a teljességhez. Ami belülről mozgatja, viszi, ami ott van legbelül a szívünkbe kódolva, és csak azt tudja az ember, hogy enélkül nem lehet és nem érdemes, és nem is tudja másként. És hát az ember a legintenzívebben, a szerelem lángulásában tapasztal meg, és legszebben, legmélyebben a házastársi szeretet kötelékében tud megvalósítani. Kölcsönös őszinte önátadás a másiknak. És ez nem azt jelenti, hogy nem lesznek benne hibák meg gotlások, de hogy mégis a másikkal együtt. Miklós, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél-e ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred, hogy lendő feleségedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem válasz benneteket egymástól. Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza a házasságotokat? Igen. Ígéred, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Dóra, megfontoltad-e Isten előtt szándékodat, és szabad elhatározásból jöttél ide, hogy házasságot köss? Igen. Ígéred, hogy lendő férjedet tiszteled és szereted, míg a halál el nem válasz benneteket egymástól? Ígérem. Elfogadod-e a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságotokat? Igen. Ígéred, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint neveled őket? Ígérem. Kedves jegyespár, most következik az a szent pillanat, amikor ünnepélyesen kinyilvánítjátok, hogy egymásnak házastársai akartok lenni. Fogjatok egymással a kezet, és én egybefonódott kezeteket átkötöm stólával annak jeléül, hogy házasságotok Isten előtt felbonthatatlan lesz. Dóra, Isten szent színe előtt. Feleségül veszlek. Feleségül veszlek. Dóra, nyilatkozzál Isten és az Anya Szent Egyház szín előtt. Akarsz-e a jelenlévő Miklóshoz feleségül menni? Akar. Mondtál utána Miklós, Isten szent szín előtt. Miklós, Isten szent szín előtt. Feleségül megyek hozzád. Feleségül megyek hozzád. Most megkötött házasságotokat az egyház nevében érvényesnek nyilvánítom és megáldom az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Tegyétek újatokat a feszületre, és mondjátok utánam az eskü szavait. Szeretetből veszlek téged feleségül. Szeretetből veszlek téged feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. És téged el nem hagylak. És téged el nem hagylak. Holtomiglan, holtodiglan. Holtomiglan, holtodiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segíljen. Isten engem úgy segíljen. Nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária. Nagyasszonyunk, a boldogságos Szűz Mária. És Istennek minden szentjei. És Istennek minden szentjei. Hogy téged, Miklós, szeretlek. Hogy téged, Miklós, szeretlek. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Szeretetből megyek hozzád feleségül. Isten rendelése szerint. Isten rendelése szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. Az Anya Szent Egyház törvénye szerint. És téged el nem hagylak. És téged el nem hagylak. Holtomiglan, holtodiglan. Holtomiglan, holtodiglan. Semmiféle bajban. Semmiféle bajban. Isten engem úgy segíljen. Isten engem úgy segíljen. Dóra, viseld ezt a gyűrűt. Dóra, viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Miklós, viseld ezt a gyűrűt. Miklós, viseld ezt a gyűrűt. Szeretetem és hűségem jeléül. Szeretetem és hűségem jeléül. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Thank you.
A legmagasztosabb érzést, a szerelmet, amely csak nekünk, embereknek adatott meg. Hiszen két ember kapcsolatteremtő erejében mindig ez a tiszta érzés rejlik. Ez ad útmutatást ahhoz, hogy megtaláljuk azt a társat, akit szerethetünk, és aki által szeretve leszünk. Goethe szerint az élet egy angol keringő, mit eltáncolsz a sírig, sorsod csupán attól függ, hogy kivel táncolod végig. Önök együtt akarnak táncolni az élet ritmusára, és most azért vannak itt, mert mindketten úgy érzik, hogy egymással szeretnék leélni az életüket, úgy érzik, hogy más valakivel soha nem akarnak ilyen szoros kapcsolatba kerülni. Képesek elfogadni egymást házastársakként, és ez az érzés szívből jön. Kijelenti-e Papp Dóra, hogy az itt jelenlévő Szabó Miklóssal házasságot köt? Igen. Felkérem Szabó Miklóst, nyilatkozzon. Kijelenti-e Szabó Miklós, hogy az itt jelenlévő Papp Dórával házasságot köt? Igen. Szabó Papp Dóra és Szabó Miklós a polgári törvénykönyvről szóló törvény értelmében házastársa. Bár az aranykarika gyűrű hagyomány és ékszer, az örökkévalóság és a végérvényesség jelképe. Azért készül nemesfémből, hogy az időnek ellenálljon. Akik újukra húzzák, tudtul adják a világnak együvé tartozásukat. Kedvesem, szeretlek, de nem a nyilvánvaló dolgok miatt, hanem játékosságodért, a csikizésekért, hogy szündi után nem tudod kinyitni a szemed,
Szeretlek, mert ha senki nem lát minket, teljesen bolondok tudunk lenni. Szeretlek, mert egy nehéz nap végén társaságodban tudok igazán feltöltődni. Fogadom, hogy támogatni foglak személyes céljaid, álmaid megvalósításában, hogy gondoskodni fogunk a családunkról, és a jövőben is szeretni és tisztelni foglak, még akkor is, hogyha éhes vagyok, és az elsőre nem úgy tűnik. Fogadom, hogy megvédelek majd a pókoktól, és hogy egy nagy gyerek maradok. Nagyon boldoggá tettél, és mindent el fogok követni, hogy te is így érezz. Kicsit komolyan ősszel kezdeni, ez egy idézet, de úgy találom, hogy ez tényleg minden nap igaz, amikor felkelünk. A házasság nem pusztán törvényes kötelék, hanem választás. Annyit tesz, hogy téged választalak. És minden áldott nap, mikor felkelek, én téged választalak. Most egy kicsit viccesebbre fordítva az út. Ezen elfogadom neked, hogy örökké melletted leszek, és támogatlak minden szituációban, minden helyzetben. Ígérem, hogy a nehezebb napokon is emlékeztetem magam arra, hogy a hibáinkkal és berögződéseinkkel együtt vagyunk egymás számára tökéletesek. Megpróbálom megígérni, ezért neked számunk később, hogy próbálom jó szemmel nézni, ha esetleg tenyérszakásos játékban, vagy nem oda parkolsz, ahova iszlek. Illetve, de nem utolsó sorban ígérem, hogy ha este lehúzod rólam a takarót, én azt mindig vissza fogom hozni. Ezek után is esküszöm, hogy ezekkel együtt is mindenre készen. Néhány perccel ezelőtt ünnepélyes pillanatoknak lehettünk szemtanúi. Láthattuk két álom egyételjesedését, két szív együttemre való dobbanását, két életút egybetorkoló találkozását. Igent mondtak egymásnak, és ebben az igenben benne van minden. Szerelem, odaadás, szövetség, közösségvállalás, ígéret és ragaszkodás. Ebben a szép szövetségben lehetőség nyílik arra, hogy átéljék egy valóságos szeretett kapcsolat határtalan szélességét, magasságát és mélységét. Házasságban élni azt jelenti, önzetlenül adnak egymásnak, anélkül, hogy számon tartanák, ki mennyit ad. Az emberi szív olyan, akár a kert, gondozni, ápolni kell, amit kíván, csak egy másik szívtől kaphatja meg. Csak egy másik szívtől kaphat érzelmeket, csodálatot, odaadást és bizalmat. A szeretetnek mindennél nagyobb az ereje, mindennél drágább az értéke, éppen ezért fürödjenek meg egymás szeretetében naponta, merüljenek el egymás ölelésében, egymás szerelmében. Tudom, a boldog pillanatok mellett elszorul szülői szívük, hiszen úgy érzik, szülői kötelezettségüket teljesítették, gyermekeiket felnevelték, s most már útjukra bocsátják őket. Drága szüleink, nagyszüleink! Eljött hát az óra, elindulok egy új útra. Új utamra mindent magammal viszek, amit gyermekéveimben nektek köszönhetek. Köszönöm, hogy szerettetek, s fogtátok kezemet, bármi történt, csak a jóra neveltetek. Most elindulok, útra kelek, de az ölelésetekért mindig hazamegyek.
ez a nap életük legszebb emléke maradjon. Kívánom, hogy mindazon terv és remény, amely most mindkettejüket betölti, valóra váljon. Kívánom, hogy az a szó szeretet ne csak szó maradjon.